Hogyan értékelné a 2013-as évet? Mik voltak a csúcspontok, és mik voltak a mélypontok? Voltak-e ilyenek most az évben? Mennyire volt ambivalens a 2013-as év? Hát igen, ellentmondásos volt, mint általában minden év az önkormányzatnak. Kezdjük a mélyponttal. A város költségvetése annak ellenére, hogy úgy nézett ki, úgy tűnt, hogy egy fix finanszírozást kapunk majd, aminek az eredményeképpen biztosan null szaldóra legalább lehet tervezni egy település költségvetését, mert az intézmények állami kézbeadásával csökkennek majd azok a terhek, azok a kiadások, amelyek az önkormányzat költségvetéséből viszik a pénzt. Ennek ellenére ez nem így történt. Újra, és szinte mondhatnám folyamatosan, forráshiányos volt Sátoraljóhely városa, és ebből a helyzetből nem is lehetett megfelelő módon kikecmeregni. Szükségünk volt állami segítségkérésre. Szerencsére, és ebből a mélypontból, vagy ebből a gödörből már ez a kimászást is jelenti, hogy ezt az állami segítséget meg is kaptuk. Ez egy jó hír, mert hogy az év végére úgy nagyjából azért ez összeállt. Jobb lett volna úgy végigmenni az éven, hogy ilyen forrás igénylésre nem lett volna szükség. A csúcspontja pedig természetesen azon pályázatok elnyerése és jó néhánynak az elindítása, amelyek azt a permanens fejlődést mutatják továbbra is, ami az elmúlt 5-10 évben jellemző volt Sátoraljóhelyben, hiszen folyik a kövesegyi szociális intézmény bővítése, folyik a központi épület bővítése a Hősök terén, jövő éven elindul a GÁT 2 milliárd forintos pályázat elnyerése kapcsán a Bodrognak a bevédése a ipari park területén, 16 hektárt tudtunk bevonni ipari területté, komoly érdeklődők vannak az ipari parkban, akik ha beruháznak, akkor ez munkahelyeket is jelent, nem is keveset, hanem sokat. Ami szintén fontos beruházás vagy beruházás volt, a napkollektoros pályázatoknak az elnyerése. A polgármesteri hivatal tetejére épül ki majd egy ilyen áramfejlesztő apparát, aminek a forintosítása kapcsán csökken a rezsia az önkormányzatnak, hiszen mi egy rendkívül látogatott intézmény vagyunk, talán a leglátogatottabb Sátoraljóhelyében. A másik hasonló pályázat pedig a Magashegyen épül meg. Ott csak villanymotorok vannak, úgyhogy arra igazán nagy szükség van, hogy valamennyivel az áram költségeket csökkenteni tudjuk. Újabb pályázatok kerültek elkészítésre és beadásra, amelyekből a következő évben, következő években szintén profitálhatunk. Aláírtuk a szerződést a Mászófal központra, már a második alkalommal, ugye az első kivitelező vagy az első győztes visszalépett. Most a Viaduk Kft. A kivitelező, ő megkapja a munkaterületet, illetve megkapta a munkaterületet, tehát amikor az időjárás engedi, akkor hozzá is kezdhet ez a munkához. Szerintem jövő év ősszel ez az európai szinten is jelentőséggel bíró, nagy jelentőséggel bíró nemzetközi versenyekre alkalmas Mászófal központ átadásra kerülhet, és ez a látogatottság szempontjából biztos, hogy komoly nagyságrendet jelent majd a kalandpark életében, a város életében. Én azt hiszem, hogy éves viszonylatban 10 000-es nagyságrenddel számolhatunk. Ennek a pályázatnak a kapcsán újabb elképzelések valósulhatnak meg. Ezt a bizonyos kis vasutat, ami itt keresztül kasul megy majd a városba. Ez gumikerekes. Gumikerekes lesz, és ugye az utakat járhatja, szintén be tudjuk indítani. Átadásra kerül a Zsolyomkai pincesor víz-szennyvíz kialakítása, ezáltal minden feltételnek megfelelnek a pincék ahhoz, hogy fogadhassák a borkostolásra jövő kirándulókat. Ez azért jó, mert ez az út is útba ejthető, illetve ez az út is a Magashegyre vezet, tehát oda-vissza, hogyha a megállító táblák, marketing, reklám mind rendelkezésre áll, akkor várhatják az érdeklődőket. Fontos az, hogy a magánszféra, a szolgáltatások, azok kihasználják a turizmusban rejlő lehetőségeket. Mindig is ez volt a cél. Hát itt egy komoly, intenzív továbblépésre számíthatunk. Benn van két engedélyezési programunk a Magyar Államnál, a Magashegy harmadik ütemének a fejlesztésére, illetve egy másik attrakció képítésére, amit most még azért nem mondanék el, mert megvárnánk a hivatalos döntést. A Magyar Turizmus Zrt-nek a statisztikái szerint
az ágazatot, tehát a turizmus ágazatot tekintve véget ért a válság. Igaz-e ez Újhelyre is? Tehát, hogy a válság tulajdonképpen ezen a területen véget ért, nőtte a látogatószám, nőtte a vendégészakák száma, az itt hagyott bevétel, a vendégeknek az itt hagyott pénze, az növekedette. Érdekes a kérdés, és az ellentmondás is furcsa. A tavalyi éven a mi kistérségünkben, amely főleg Sátoraljóhelynek köszönhető, míg a megyében mindenhol csökkent a vendégészakák száma, Újhelyben 6%-kal nőtt az előtti évhez képest. És mi akkor úgy gondoltuk, hogy ez így fog folytatódni, nem így folytatódott, hanem ezen az évben a vendégészakák száma kevesebb lett, mint tavaly volt. A többiekéhez képest nem állunk rosszul, de önmagunkhoz képest nem volt annyi, mint az előző éven. És az ellentmondás ott van, hogy a látogatottság szám ugyanakkor pedig nőtt. Tehát a bevétel 15-20 millió forinttal több az adódás utáni nyereség a Zemplén kalandpark esetében, mint egy évvel azelőtt. Tehát több a látogató, de kevesebben szállnak meg a térségben, kevesebben szállnak meg Sátoraljóhelyben. Azt hiszem, hogy itt ennek kapcsán vannak feladataink, nem csak nekünk, hanem a turizmusban érdekelt, a vendéglátásban érdekeltek, szállásadásban érdekeltek részéről is. Meg kell találni azokat a csomagokat, amelyekkel itt tudjuk tartani egy hosszú hétvégére, vagy akár egy egész hétre is a vendégeket. Minden megvan hozzá. Tehát én össze tudnék állítani egy-két gyerekes családnak úgy egy egyhetes programot, hogy nem ismétlődne meg ugyanaz az ajánlat egyszer, illetve kétszer, de mégis valahogy ez nem jön át. Tehát nagyon fontos, hogy a médiumokban rejlő lehetőségeket kihasználjuk. Az szórólapok amúgy idejét múltak. Hát el kell jutnunk mindenhova, be kell férkőznünk az emberek agyába, akár Dunantúlon élnek, akár az Alföldön, akár ide 30 kilométerre, hogy igen, itt olyan hihetetlen dolgokat talál, a várturizmustól, a kastélyturizmuson át, Újhely lehetőségeiről nem is beszélve, amiért érdemes idejönni hosszabb időre is, és itt megszállni, nagyon fontos. Sátoraljóhely, illetve a Sátoraljóhelyi önkormányzat mindig is innovatív volt tulajdonképpen. A részben a turizmus és az attrakció kitalálását illetően is, de a gazdaság élénkítés szempontjából is, hiszen olyan kedvezményrendszer talált ki például, ami a vállalkozásoknak a kvázi adókedvezményt tud nyújtani úgy, hogy egyébként adókedvezmény adására nincs lehetőség, de más területen is próbálkozik, úgy tudom, a város ilyen innovatív ötletekkel, például a lakáspiac és a fiatalok megtartása a tekintetében is. Ez, van-e már eredménye ennek a dolognak, hol tart most igazából ez az elképzelés? Valóban így van, a abszolút jó hír, erre azért vonatkozom, hogy a közmunkát nem beleszámítva, körülbelül 300 új munkahelyet teremtett a Sátoraljóhelyben. Ez egy óriási eredmény. Ha közmunkát hozzáveszem, ott 600 foglalkoztatott van folyamatosan a városban, tehát majdnem 1000 munkahelyünk van, de stabilnak ez a 300 mondható, amit az előbb említettem, mert ők nem szezonra vannak fölvéve, hanem ők valóban egy munkalehetőséget kaptak, ahol ha jó teljesítményük, akkor hosszú távon számíthatnak rá. Így van a második részére a kérdésének, szerkesztő úr, az a válaszom, hogy látjuk és tapasztaljuk azt, hogy egy érdekes kettősség van a mobilizációban Sátoraljóhely és a térség, illetve az egész országra kitekintve. Miután nagyon sok főiskolai, felsőfokú végzettségű fiatal van a városban, akik a szakmájuknak, a végzettségüknek megfelelően nem találnak állást, ezért előbb-utóbb megpróbálnak olyan helyen szerencsét próbálni, ahol talán ez sikerülhet. De ez egy bizonyos fokú elvándorlást jelent, márpedig pont azok a fiatalok mennek el, akik innovatívak, akik az értelmiségét képezik egy-egy településnek. Hát ez nem jó. De sokszor nem csak ez az ok, hanem az is, hogy nem rendelkeznek saját lakással, nem tulajdonnal, de lakással nem rendelkeznek. Ebben viszont megpróbálunk segíteni, mert azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy az egyik oldalon rengeteg eladó lakás van. A másik oldalon pedig nagyon sokan szeretnek bérlakást az önkormányzattól, amit mi nem tudunk megadni, mert hát korlátozott számban van mindössze. Úgy próbáltuk áthidalni ezt a kettősséget, hogy megkerestük egy oldalról a lakástulajdonosokat, akiknek eladó ingatlanjaik vannak, és azt javasoltuk nekik, hogy mi lenne, hogyha
bérbeadnák az önkormányzaton keresztül ezeket a lakásokat. Addig is legalább a bérleti díj adómentesen, nagyon fontos, hangsúlyozom, az egy komoly bevételt jelent számukra, ki kell számolni, csak egy 30 ezer forintos bérleti díjat nézve havonta, ez 360 ezer forint évente adómentesen, ami egy családnak bevételként jelentkezik, és a tulajdonban megmaradt. Tehát semmit nem veszített, ráadásul lakják a házat, fűtik a házat, nem rongyolódik le, amelyik épületet egy-két télen keresztül nem használnak, az 10-20-30%-ot is veszíthet az értékéből, és amortizálódik. Másik oldalról pedig lakás kínálatot tudunk nyújtani azoknak, akiket meg ez érdekel. Ezeknek a többsége részben új helyiek, részben pedig bejáró dolgozók, akik azt mondják, hogy bejönnek én sátorójába lakni, mert hát itt van a munkahelyem, jobb, mint ingázni nap, mint nap. Adott esetben egy bérletet tekintve, egy pácin új hely viszonylatban 25-30 ezer forint ez egy év, egy hónapban. Hát ha azt mondjuk, ennyi pénzért már lehet lakást kapni, bérlakást kapni, albérleti lakást kapni, akkor miért ne tennénk ezt? Nem kell félni, hogy télen a hófás miatt nem tudunk hazajönni, vagy reggel az ónos eső miatt nem tudunk bejönni dolgozni, mert ezt a munkáltató nem szereti. Ezt végig gondolva elkezdtük ezt a gyűjtést, és hogyha sok lakásunk lesz, akkor nem csak a bérleti díjak lesznek meghatározóak, hanem az is, hogy melyik lakás melyik részén fekszik a városnak. Tehát ebből a szempontból is vizsgálhatja az, aki bérlakást szeretne sátorra jó éven. Ez biztos, hogy meg fogja lódítani a beköltözéseknek a számát, és miután kitétel az, hogy mind a két család fenntartónak munkahelyel kell rendelkezni, ráadásul sátorralja újjai munkahelyel kell rendelkezni, így a mi részünkről is megvan az a biztosíték, fizetni tudják a bérleti díjat. Illetve megpróbáljuk közjegyző előtt megkötni a szerződést, hogy abban az esetben, ha mégsem történik meg ez, nem feltételezve, de mégis előfordulhat, akkor ne bírósági úton keresztül kelljen elégtételt szerezni a tulajdonosnak, illetve az önkormányzatnak, hanem akkor ez egy eleve szerződésbe foglalással könnyen megoldható legyen. Ez egy beépített biztosíték, amelyre az önkormányzatnak is szüksége van, illetve a tulajdonosoknak is. Idén lezajlott egy óriási átalakulás a közigazgatásban. Az önkormányzattól elkerültek az iskolák, elkerült a kórház, és számos egyéb feladat is a városházáról. Létrejött ugye a járási rendszer. Ez mennyiben változtatta meg az önkormányzatnak a működését, a városnak a működését, mennyire alakult át, mennyire pozitív, mennyire negatív a változás, mennyire ambivalens ez a dolog? Hát egészében véve, amellett, hogy a hivatalon belül most van egy járási hivatal is, és van polgármesteri hivatal is, ezen kívül túlságosan nagy változást nem érzek, és nem csak én nem érzek, hanem szerintem senki. Ez jó hír. Azért jó hír, mert a idebejövő ügyfelek, akik bármilyen problémájukkal vagy kérésükkel jönnek a hivatalba, azok ugyanazokkal az előadókkal találkoznak, munkatársakkal találkoznak, mint korábban. Nem egy másik részében a városban kell az egyik részét intézni ügyes-bőzs dolgoknak, és a másik részét pedig itt, hanem egy helyen. A szakma, a köztisztviselői szakma az adott, és szerintem gyakorlott is. A túlnyomó többségük hosszabb ideje a pályán van, tehát én szerintem a színvonal meglehetősen magas. Ez így rendben is van. A járási hivatal létrejött egy kormányzati koncepció eredménye, ezzel mi se pro, se kontra nem nagyon tudunk mit tenni, ez így alakult ki. Én hiszem azt, hogy eddig is, és ezután is, a hivatal létrejötte után is mindenki a maximálisat fogja nyújtani, és ugye hosszú távon, vagy rövid távon, vagy középtávon beigazolódik, hogy ennek volt értelme, akkor majd nagyon örülünk neki. Valóban létrejöttek a tankerületek és az iskolák, azok elkerültek az önkormányzattól szintén, csak az óvodák maradtak itt. Az általános iskolák, az középiskolák és persze a kórház is állami fenntartásban működnek, de a kórház kivételével a tulajdon itt maradt Sátorajöhely városánál, tehát ezen keresztül tulajdonosi jogainkat érvényesítve van ráhatásunk az intézményrendszer működésére, fejlesztésére, átalakítására. És egyébként is a politikai meghatározás egy-egy döntés esetében az továbbra is a polgármesteri hivatal, nem is polgármesteri hivatal, inkább hanem az önkormányzat és a polgármesternek a feladatköre, tehát nem megkerülhető akár az én személyem, most nem Szamosvári Péter, hanem a polgármester személye, sem az önkormányzat, mint a politikai egység sem kerülhető meg.
Nem baj ez, hogy így cizellálódott a közigazgatás és az oktatásnak az átszervezése, beleértve az egészségügyet is. Az a kérdés, hogy a hatékonyság az javul-e, erősödik-e. Ez pedig sosem a rendszernek a kialakítása alapján határozódik meg, hanem a rendszerben dolgozóknak a hozzáállásából dől el. Szerencsénk van, mert minden területen kiváló emberek dolgoznak, bár az egészségügy terén, a kórház terén vannak problémáink is. Nem az ott dolgozókkal kapcsolatban vannak problémáink, hanem azzal, hogy másfél-két éve még nem sikerült átadni a másfél milliárdos kórház rekonstrukciós pályázatnak a kézzelfogható eredményét. Nincs átadva még a mai napig sem az új épület, nincs lebontva a lebontásra ítélt középső épület. A gépek, amelyek meglettek vásárolva a CT-től kezdve, az összes többi gépműszer majdnem 500 millió forint értékben, azok becsomagolva ott állnak. Tehát az igazi siker az lesz, amikor ez is megtörténik. Persze abban is bízhatunk, hogy az állami kézbe kerüléssel egy irányított orvosellátás is kialakulhat Magyarországon, aminek az eredménye az lehet, hogy Sátoraljóújhelyben részlegesen, de nőhet az orvos létszám. Nem biztos, hogy úgy, hogy főállásban túl sokan jönnek ide, bár ez is elképzelhető, és ez lenne egyébként az optimális, ez lenne az igazi, ha itt is élnének. De úgy is, hogy azon nagyobb kórházak esetében, mondjuk megyei kórházak esetében, ahol egy-egy osztályon talán több az orvos, mint amennyire éppen szükség van, de azért örülnek neki, mert hogy jó, hogy ott vannak, hogy gyakorló terepet találjanak maguknak, ezért a tőlük nem nagy távolságban lévő, de kisebb kórházakban, fekvőbeteg és járóbeteg ellátásban gyakorolhatnak az orvosok. A gyakorlást azt nem úgy értem, hogy a betegeken gyakorolnak, hanem a szakmájukat gyakorolhatják, és ezáltal Sátoraljóújhelyben is végezhetnek munkát. Ez egy komoly segítséget jelentetne az intézménynek. Említette, hogy a polgármesteri hivatalnak, illetve az önkormányzatnak van azért beleszólás az intézmények működésébe, attól függetlenül, hogy már nem önkormányzati fenntartásúak. De ugye Sátoraljóújhelyen az elmúlt több mint 10 évben az egy nagyon kiemelt cél, egy prioritás volt, hogy munkahely, például pedagógus munkahelyek, kórházi munkahelyek, tehát minden olyan intézmény, ami városban és a városhoz tartozott, ott munkahely ne szűnjön meg. Erre van-e valamiféle ráhatása most még az önkormányzatnak? Ugye itt most több iskola van, kettő például egymásba integrálva, tehát megmaradhatnak-e ezek az iskolák, mind megmaradhat-e az összes pedagógus állás, tudja-e tovább tartani az önkormányzat ezt a fajta törekvését, illetve meg tudja-e tartani az álláshelyeket? Van erre ráhatás? Ezt a frontot tudjuk-e tovább tartani? Büszke vagyok rá, hogy 15 év polgármesterségem alatt az oktatás és az egészségügy és a közigazgatás terén, tehát mindannál, ami hozzánk tartozik, komolyabb létszámleépítés nem volt. Szerintem 15 év alatt nem volt 50 ember, akit azért kellett elküldeni, mert hogy nem volt elég pénz az önkormányzatnak. Szerintem még kisebb a szám. De legalább ennyit vettünk is föl, tehát valahol nulla szaldó környékén nálunk, sőt lehet, hogy több dolgozó van most, mint 15 évvel ezelőtt ezen a területen, ezeken a területeken. Óriási gigázi küzdelem volt ez minden alkalommal, minden éven megharcoltunk ezzel, hiszen ezzel ellentétes vélemények is voltak. Karcsúsítsunk, szükítsünk, építsünk le, mert hát akkor ugye több pénz marad. Igen, valóban lehetett volna így is. Lehet, hogy kvázi több is lett volna a bevétel az önkormányzatnak, vagy a megtakarítás az önkormányzatnak, de milyen áron? Olyan áron, hogy emberek lettek volna munkanélküliek, családok egzisztenciája tört volna össze, és nekem ez legalább annyira fontos, mint hogy a költségvetésünkben ne legyenek működési problémák. Szerintem nekem, vagy a városnak, így az önkormányzatot beleértve, a ráhatásunk a későbbiekben is megmarad. Nem elsődleges módon, mert itt egy nagyon könnyű döntés testületülésen megoldotta ezt a kérdést, és elvághatta az ez irányú törekvéseket, ami a esetleges leépítésre, összevonásra vonatkozik. Most egy kicsit több kört kellene futni, több ajtót kellene kinyitni, több pozícióban lévő emberrel kéne egyeztetni, de véleményem szerint a lehetőségünk most is megvan, úgy, ahogy eddig. Tehát az, hogy nélkülünk döntsenek rólunk, már hogy az itt élő emberekről, azt egyrészt lehetetlennek tartom, másrészt pedig, hát már elnézést a kivézés, hogy nem is tűrnénk el. És egyelőre nincs is ilyen törekvés. És nincs is ilyen törekvés. Véget ért az év.
most következik majd egy újabb új helyben, ugye Újhely kicsit bezzegváros a környéken, állandó fejlesztések, beruházások, minden éven számos átadás van, akár legyen szó épületekről, utakról, attrakciókról. A jövő évre mire számíthatnak az új helyek? Utakat fogunk építeni, felújítani. Elindul a Szociális Városrehabilitációs Program második üteme, ez egy 400 millió forintos beruházás. A Pázsit utcai sporttelep és annak környékét javítjuk föl, az önkormányzati lakásokat újítjuk föl, utat és csapadékvízelvezetőt építünk. Beadásra kerül körülbelül egy 20 milliárd forint értéknyi pályázat, intézményfelújítás, 5. István szakközépiskola, jókőiskola, központi óvoda. Lehet, hogy részben el is nyerünk belőle már, és akkor ez is elindul. Energetikai fejlesztésekre aspirálunk, szeretnénk új fedést az úszodának, egyenlőre egy takarékosabb, energiatakarékosabb, szigeteltebb sátrat a régi helyett, de a tervei össze vannak rakva az úszoda épületének is, egy fix befedés. Nem mennék bele a részletekbe, most készült el a 7 éves fejlesztési program, ez már ilyen pályázati alapok összegyűjtésével, és Újhely a harmadik legtöbb ilyet adta be ebben a megyében. Utak, közterületek, parkok, játszóterek, intézmények felújítása, napkollektorok kiépítése, ezáltal az egész városra nézve energiamegtakarítás, illetve áram előállítása, a víz és csapadékvízrendszer teljes kiépítése szerepel benne, benne van a panelprogram, hőszigetelési program, a számítástechnikai fejlesztés a polgármesteri hivatalban és a oktatási intézményekben, az egészséges életmóddal kapcsolatos pályázatok szintén a iskoláinkban, óvodáinkban, egészségügyi intézményekben, az alapellátás, az egészségház fejlesztése jövő évben megindul, erre megvan a pályázat 100%-os, az ipari területre az infrastruktúra kiépítése van előirányozva, ez több 100 millió forintos nagyságrend, de ezzel nyílt kapuval várhatjuk a beruházókat, a befektetőket. Tárgyalásokat folytatunk barnamezős beruházások kapcsán, húsipar, bútorgyár épülete, teipari vállalat volt épületeinek a reaktiválásáról, illetve arról, hogy ott újra zúgjanak a gépek és emberek dolgozhassanak. Úgy mondanám, hogy a teljes palettája a városnak, a város életének meg van mozgatva. Ezek a pályázatok részben előkészítés alatt lesznek a következő évben, és egy kis részük már beadásra is kerül, és lesznek olyanok is, amelyek pedig elindulnak, beruházásként elindulnak. És van a tartsonyunkban, talányos lesz, tudom, és hát erre aztán csak legyinteni lehet, hát most mondott is valamit, meg nem is a polgármester. Van a tartsonyunkban két olyan program, amit reményeink szerint a januárban, tehát itt mindjárt, talán bejelenthetünk, mely mindkettő azt hiszem, hogy óriási örömet jelentene az új helyeknek, a környéken élőknek, és erre fölkapná a fejét az egész ország, hiszen páratlan és egyedülálló koncepció körvonalazódik, és hogyha a források is mögé rendeződnek, akkor sátorai új hely jó értelemben véve megint a címlapokon lesz, ez pedig egy nagyon nagy előrelépés lenne a településnek. Tehát készen vagyunk, tele vagyunk tervekkel, elképzelésekkel, megvan hozzá, hogy valóra váltsuk a kapacitásunk, megvan hozzá a szellemi háttér, megvan a megfelelő létszám, gyakorlott, tapasztalt csapat. Itt az idő, hogy egy nagy levegővétellel újra nekifussunk, és egy még ettől is intenzívebb fejlesztési időszak következett a sátorai újjelben. Testületüléseken mindig a szememre hányja a kis létszámú ellenzék, hogy hát csökken a város lakossága, mert a város nem fejlődik. Hol nem szólok vissza, hol pedig el szoktam mondani, hogy nem. Egy település pillanatnyi eltartó képessége mindig adott. És hogyha ahhoz képest az egy adott végzettségből többen vannak, végzettségű ember több van, mint amennyi ez az eltartó képességhez szükséges, akkor vagy pályát kell változtatni, más munkakört kell találni, egy új iskolát kell elvégezni, a negyedik variáció, hogy oda mennek, ahol esetleg nagyobb lehetőséget látnak. Sokan ezt választják. De higgy el, szerkesztő úr, kedves televízió nézők, ez meg fog változni. Éppen a lakáskoncepció kapcsán, amiről már beszéltünk, másrészt a keletkező munkahelyek okán,
és azért, mert eltökélt szándék a város vezetésének, és ez nem én vagyok benne, hanem sokan mások, hogy a városban minden olyan feltételt megteremtsünk ahhoz, ami ahhoz szükség, hogy az emberek, szükséges, hogy az emberek, a polgárok az adott településen jól érezzék magukat. Legyen munkájuk, és azon kívül legyenek jó éttermeink, jó szállásaink, legyenek wellness központjaink, kalandparkjaink, műjégpályánk, sportpályánk, teniszpályáink, sípályáink, színházunk, sétáló utcánk, tehát minden olyan megtalálható legyen itt és a térségben, ami összességében együtt azt eredményezi, hogy ha belegondol valaki, akkor azt mondja, én jól érzem magam sátorai újjaiben. Ha ezt mi meg tudjuk teremteni, vagy hozzá tudunk járulni, akár a munkahelyteremtés az ott direkt módon ritkábban, indirekt módon annál inkább, például a pályázat keretén belül, hogy támogatást adunk a beruházóknak a munkahelyteremtésért, akkor azt hiszem, hogy maximálisat teljesítettünk. Én mondhatnám azt is, hogy ez egy városvezetésnek egy arszpoétikája is, és mi mindig emellett húztuk meg az irányvonalat, ez így lesz a következő időszakban is, csak annyi a különbség, hogy most újraindul egy uniós pénzügyi ciklus, tehát ha kellő időben mozdulunk, akkor 7 évre előre rengeteg pénzt tudunk behozni a városba, ami nem egy ilyen elvont dolog, hogy a városba pénzt hozunk be, az utcára hozunk, vagy a csatornába tesszük, nem. Ennek le kell csapódni az itt ülő embereknél, a családoknál, ez a lényeg. Végezetül nem volt könnyű év a 2013-as. Ahhoz, hogy az ország arra a pályára álljon, amit a kormányzat elképzelt, ahhoz elég sok lyukat kellett húzni a nadrág szíjon önkormányzatnak is, magánembereknek is. Mire lehet számítani 2014-ben, mit üzenne 2014-re a lakosságnak? A Magyarország kiváló emberek irányítása alatt működik. Ez a kormány elért azt, hogy amíg a gazdasági válság idején mindenhol megszorítások történtek Európában, vagy talán mondhatnám így is a világon, addig itt az itt élő magyar állampolgárok, vagy a nemzethez tartozók érdekét figyelembe véve ezeknek a megszorításoknak a zömét a multicégekre, bankokra hárították át. És most már kifelé tartunk a gazdasági válságból, meglódult a gazdaság, erősödött a turizmus, egy kicsivel talán több pénzt vihetnek haza azok, akik dolgoznak. Ebből a szempontból új hely, ehhez alkalmazkodva úgy érzem, hogy egy felívelő pályára számíthat. De nem lesz könnyű év. És nem csak gazdasági szempontból mondom, hogy még nem lesz könnyű év, nem csak azért, mert nagyon sokan még, ez csak egy nagyon kicsit érezhetik, mondjuk a rezsicsökkentés kapcsán, hanem azért sem, mert több választás lesz Magyarországon, és sátorai a új helyben. Tehát minimum 3. A parlamenti, az uniós és ősszel az önkormányzati választások, és ilyenkor az eredmények, a sikerek másodlagossá válnak, vagyis inkább elsikkadnak. Az ígérgetés, az egymást überolá, az egymásra való licitálás hatja át a közéletet, és sokan ilyenkor hajlamosak azt gondolni, hogy persze, akármit is csinált a polgármester, akármit is tett az önkormányzat, vagy éppen a kormány, hát ha a másik még ettől is jobban tenné, hiszen azt mondja magáról. Ez egy felfokozott idegállapotot jelent, még annak is, aki nem foglalkozik a politikával, mert kihatással van az életére. Ez teszi majd nehézé a 2014-es évet, de ugyanakkor izgalmasabbá is, azt pedig nagyon szeretjük. És azt hiszem, hogy nekünk egy éles határvonalat kell majd húznunk itt sátorai újhelyben a politika és a város fejlesztése között, és nem szabad hagyni, hogy átjárás legyen. Nekünk a választások utolsó pillanatáig, tehát az októberi választásokig végig azon kell dolgozni, hogy azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, azokat teljesítsük. És akkor nyugodtan és büszkén állhatunk ki az emberek elé, ők pedig bízhatnak abban, hogy ugyanúgy, hogy eddig, továbbra is, ha kell, akkor napi 24 órában fogunk dolgozni az itt élőkért. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.